Sziasztok! A korábbiakban sok kérés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy készítsünk egy listát a hipoallergén kutyafajtákról. Úgy gondoljuk, hogy ez valóban egy rendkívül izgalmas téma, annak fényében pedig különösen, hogy tapasztalataink szerint rendkívül sok félreértés és tévhit veszély körül már a hipoallergén szó jelentését is. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy az ezt a fogalmat használó kutyakedvelők azt hiszik, hogy a hipoallergén kutya szó összetétel egy olyan kutyafajtát jelöl, amellyel kapcsolatban elmondható, hogy e fajta szőre egyáltalán nem okoz allergiás reakciókat, olyan gazdák esetében sem, akik egyébként allergiásak a kutyaszőrre. Hogy tisztázzuk, miről is beszélünk, először beszélgessünk egy kicsit a kifejezés pontos jelentéséről, tehát mit is jelent a hipoallergén pontosan? Az allergénről természetesen nem kell sok szót ejtenünk, hiszen jelentése nem más, mint valami, ami allergiás reakciót vált ki. De mi is ez a bizonyos hipó, ami ebben az esetben előtag és korántsem hugóra, a vízilóra vonatkozik? A hipó egy görög eredetű szó, amit melléknévi előtagként használunk, jelentése pedig nem más, mint kicsi, kisebb méretű vagy kevesebb. Mindezek alapján tehát a hipoallergén szó jelentése nem más, mint az átlagnál kisebb mértékben allergiás reakciót kiváltó dolog, ami a kutyák esetében természetesen a szőrzetre vonatkozik. Az eddig elmondottakból természetesen az is következik, hogy olyan kutyafajta nem igazán létezik, amelyik szőre egyáltalán és soha nem okoz allergiás reakciókat egy arra érzékeny ember esetében, olyan viszont igen, amelyik valamilyen ok miatt az átlagnál kisebb mértékben okozza ezt. Mivel minden ember allergiás érzékenysége más, ráadásul sok ilyen kutyafajta létezik, ezért ebben a témakörben nem is igazán lehetséges toplista felállítása, mi is inkább érdekességeket és különlegességeket választottunk ki és rendeztünk sorba, amikről nem árt tudnatok. Ha kíváncsiak vagytok a sorozat további részeire is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a harangombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. Nyugodtan küldhettek javaslatokat is kommentben, írjátok meg, milyen toplistákra lennétek kíváncsiak. Ezen a listán a hetedik a portugál vízi kutya. Ez az érdekes küllemű és külsejű kutya Portugáliából származik, ahol a halászok munkáját segítette évszázadokon át. Az 1970-es években a veszélyeztetett kutyafajok közé került, olyan kevéssé volt elterjedt, majd hirtelenjében üstökös-szerűen felívelt a népszerűsége, amikor Barack Obama amerikai elnök ezt a hipoallergén fajtát választotta lányai kutyájának. Habár szőrzete hosszú, az nem hullik, és ez az oka annak, hogy ebbe a körbe sorolják. Ha kíváncsiak vagytok a fajtára, nem kell sokáig várnatok, tavasszal várhatóan fajta bemutatót készítünk majd róluk. Hatodik az uszkárok. Számos egyéb ok miatt az uszkárok népszerűségének az egyik oka az, hogy a vedlésük során a szőrüket nem hullatják el, hanem az elhalt szőrszálak megtapadnak a szőrzetükön. Így, még ha lakásban tartják is őket, kisebb eséllyel okoznak allergikus reakciókat. Főként ezért szőrápolásuk rendkívül fontos és rendszerességet kíván, amit a gazdák gyakran szőrkozmetikával oldanak vagy előznek meg. 5. A schnauzerek. A schnauzerek mindhárom változatát, tehát a törpe, a közép és az óriás schnauzert azért sorolják ebbe a körbe, mert a schnauzer fajta vedlése igen mérsékelt mértékű, és jellemzően nem egyszerre veszítenek el nagy mennyiségű szőrtömeget. Természetesen körükben is gyakori a kozmetika és a trimmelés. 4. A Yorkshire Terrier. A Yorkik azért különösen népszerűek a kutyaszőr allergiára hajlamosak körében, mert más kutyafajtákkal ellentétben szőrük hosszú, sejmecs és állagra nagyon hasonló az emberi hajra. Ráadásul a Yorkiknak egyáltalán nincs ajszőrzete, ami értelemszerűen így nem is vedlik, ezért sokkal kisebb mértékben váltanak ki allergiás reakciókat az átlagnál. 3. A magyar komondor. Kevesen vannak tisztában vele még Magyarországon is, de a magyar kutyafajták bizony nem állnak rosszul a hipoallergén kutyák listáján. Mindjárt itt van például a komondor, aki miután egy éves kora után kialakul a zsinóros bundája, szinte egyáltalán nem hullatja a szőrét.
az elhaló, kihulló szőrszálak ugyanis nem szorodnak szét a környezetében, hanem a folyamatosan vastagodó tincsekbe ragadnak, nőnek bele. A karbantartás miatt a felnőtt komondorok bundáját minden évben tincsekre kell bontani, azaz a lenőtt rétegeket megkezdett tincsekkel a bőrig fel kell tépni. Második a puli és a pumi, és ismét két magyar kutyafajta, akiket a hipoallergén kutyafajták körébe sorolhatunk. A puli esetében ugyan a szőrtömeg kisebb, de ugyanaz vonatkozik rájuk is, ami a komondoroknál már elhangzott. A pumik 4-5 cm hosszú szőre az elhalt szőröket visszatartja, így a pumiktól nem lesz tiszta szőr a bútor és a szőnyegek. Ezek az elhalt szőrök pedig egyszerűen kifésülhetőek egy ritka fogú fésűvel a bundából, amivel elegendő átlagban havonta egyszer foglalkozni. És végül a lista élén az első helyen a kínai mesztelen vagy kopaszkutya. Ez az igencsak furcsa kinézetű, gyakorlatilag szőrtelen kínai kutyafajta, ami egyébként gyakran nyeri el a világ legcsúnyább kutyája címet, egyáltalán nem hullatja a szőrét, tekintettel arra, hogy nincs is neki. Ennek azonban természetesen vannak hátulütői is. A kínai kopaszkutya, főként a világosabb árnyalatú egyedek, okozottan érzékenyek a napsütésre és a leégésre, ráadásul a kóros bőr szárazságra is. A kínai kopaszkutyának egyébként van hosszú szőrű változata is, mivel azonban ezek nem rendelkeznek hajszőrzettel, őket is a hipoallergén fajták közé sorolják. A kéréseitek alapján a következő részben azon kutyafajtákkal fogunk foglalkozni, akik nyugodtak és leginkább javasolhatóak idős, esetleg nyugdíjas korú embereknek. Ha érdekesnek tartjátok a sorozatot és szeretnétek látni a többi részt is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a haranggombot, így mindig és azonnal értesítéseket kaptok majd az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!